Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balogh Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kapcsolati erőszak, fagyasztott hússal ütötte le a saját anyját. Drága a nem törődön parkolás, akár 150 ezer forintra is büntetheti a rendőrség a szabálytalan autóst. Depresszió és öngyilkosság, odafigyelőbb társadalomra van szükség. 26. zombai borverseny, érdekes évjáratnak nevezték a 2019-est. Fagyasztott hússal ütötte le a saját 83 éves anyját egy férfi Nakon, rendszeresen bántalmazta az idős, gyakran maga tehetetlen áltozatot, aki már évek óta járóbottal tudott csak közlekedni. A szekszádi törvényszék szóvivője azt mondja, sok olyan eset van, amikor a felek nem is tudják, hogy egy bűncselekmény részesei. A BTK által büntetendő kapcsolati erőszak ugyanis már akkor is megvalósul, ha valakit rendszeresen durván szidalmaz egy vele együtt élő rokona. A 62 éves férfi rendszeresen ütötte-vágta a saját 83 éves anyját. Az idős nő évek óta csak járóbottal tudott közlekedni, mégis volt olyan eset, amikor a fia két kézzel fellökte őt, máskor pedig egy kiló fagyasztott hússal ütötte a fejét, amitől az édesanyának az egész arca vér aláfutásos lett. A kegyetlen bántalmazásokat egy családsegítő vette észre, ő bírta rá az idős asszonyt, hogy tegyen feljelentést. A Tamási Járásbíróság bűnösnek mondta ki az egyébként büntetlen előéletű vádlottat kapcsolati erőszak büntettében, ezért 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, azonban a szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Az első verés és a feljelentés között évek teltek el, mert a nő szégyelte a fia viselkedését, pedig a törvényszék szóvivője azt mondja, már az is kapcsolati erőszaknak számít, ha valakit egy családtagja rendszeresen megaláz. Vagy rendszeresen kisebb erővel bántalmazza, amely akár külsérelmi nyomban nem nyilvánul meg, vagy esetleg nem 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz, de ez a kisebb fajta tettlegesség is rendszeres, ez már megvalósítja a kapcsolati erőszak bűncselekményét. Az anyát rendszeresen verő férfi ítélete jogerős, és visszatérhet az anyaházába. Meghibásodott a Paksi atomerőmű 2. blokkjának egyik generátora, ezért a létesítmény teljesítményét csökkentették a szakemberek. A blokk egész pénteken 50%-os teljesítménnyel üzemelt. Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatója szerint a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, és a hiba nincs hatással a nukleáris biztonságra. Nem csak a közterület felügyelők és nézőink vélik úgy, hogy sok a szabálytalanul parkoló Szekszárdon, a rendőrség is visszajelezte, hogy kaotikus a helyzet a Tolnai megyeszékhelyen. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy hol lehet és hol tiltott a parkolás, hogyan etikus és szabályos megállni vagy éppen várakozni. A hatóság tapasztalata szerint sokan parkolnak engedély nélkül a mozgáskorlátozottak helyein is, pedig az akár 100 000 forintjába is kerülhet a nem törődöm autósnak. A rendőrség tapasztalata szerint a Tolnai megyeszékhelyen rengetegen parkolnak szabálytalanul, és általában nincsenek tisztában az etikus és szabályos parkolással. A közlekedési táblákat pedig teljesen figyelmen kívül hagyják. Ilyen például a megállás, illetve a várakozás tilalmát jelző tábla, illetve az azokat kiegészítő táblák, amikor bizonyos hosszúságot jelöl meg az adott útszakaszra, a parkolás tilalmára a KRESZ, például 20 méterre, 50 méterre vagy 100 méterre. Nem lehet parkolni az adott táblától. Ezt nagyon sokszor figyelemben kívül hagyják, illetve nagyon sok esetben fordul az elő, hogy szemben parkolnak a forgalommal, olyan helyen is a járművezetők, ahol nincsen kijelölt parkolóhely az úttest mindkét oldalán. Különösen az oktatási intézmények környékén kaotikus a helyzet reggel 7:30 és délután 4 óra környékén. Az egyik szekszárdi általános iskola előtt is rendszeresen tilosban parkolnak az autósok. Sokan attól sem riadnak vissza, hogy a várakozni tilos tábla mellett állítsák le járművüket,
pedig ezért akár 50 ezer forintos bírságot is kaphatnak. Ennél is nagyobb lehet a bírság, ha valaki engedély nélkül parkol a mozgáskorlátozottak helyén és nem ismeri el. Akkor akár 100 ezer forint is lehet a pénzbüntetés. Szekszárd frekventált pontjain is gond a parkolás. A kormányhivatal a bevásárló központok környékén is gyakori, hogy parkolóhely hiányában az út szélén, járdán vagy éppen zöld területen állítják le járművüket az autósok. Az egyik felkapott étterem mellett is ez a helyzet, pedig itt tilos parkolni, hiszen az nem arra kijelölt terület. Ha a rendőr a helyszínen nem érítette a szabálytalanul parkoló szemét, akkor a jármű üzemben tartójával vagy tulajdonosával szemben tesz szabálysértési feljelentést, és utána pedig a szabálysértési hatóság fog eljárni a járművezetővel szemben, hogyha megállapítást nyer az, hogy ki a járműnek az igazi vezetője. Ezt azonban nehéz bizonyítani, így nem túl gyakori, hogy ilyen ügyekben induljanak eljárások, és tennének szabálysértési feljelentést a rendőrök. A jövő héten, március 10-én és 12-én országszerte közlekedésbiztonsági ellenőrzésekre számíthatnak a teherautó és autóbusz sofőrök. Az ellenőrzés során a hatóság munkatársai a gépjárművek általános műszaki állapotát, előírásoknak való megfelelőségét vizsgálják. A vizsgálat kiterjed a menetíró készülékek ellenőrzésére, a vezetési és pihenőidők betartására is, ha a műszaki, biztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokra vonatkozó rendelkezések megsértésének mértéke ezt indokolttá teszi, az eljáró hatóság a szabályszegő járművet a közlekedésbiztonsági kockázat elhárításáig visszatartja. A vizsgálatok célja a közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő személy és áruszállító járművek kiszűrése, szankcionálása. A Tolna megyében működő szakmai szervezetek és civil közösségek számára tartott a konferenciát a szekszárdi egészségfejlesztési iroda munkatársai. A témák között kiemelt helyen szerepelt a depresszió és az öngyilkosság. A statisztikai adatok azt mutatják, csökken az öngyilkosok száma idehaza, ennek ellenére Magyarország nemzetközi, Tolna megye pedig országos viszonylatban még mindig igen rosszul teljesít e téren. Újabb állomásához érkezett az a programsorozat, mely a depresszió felismerését és az ebből kialakuló öngyilkossági szándékok és befejezett események visszaszorítását célozza. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedek negatív tendenciája megállt, a nemzetközi összehasonlításban Magyarország, míg a hazai összehasonlításban Tolna megye, a statisztikák hátsó harmadában szerepel. Az országos adatok alapján 1656 befejezett öngyilkosság volt, ebből Tolna megyére 38 eset 2018-ban. A legfontosabb, mondják a szakemberek, hogy a depressziós betegek minél előbb szakorvoshoz kerülhessenek. A beteg kerüljön szakorvoshoz. Ehhez persze az kell, hogy legyen elég szakorvos, másrészt pedig az, hogy a beteg legyen elég tájékozott arra vonatkozóan, hogy ez betegség, ami kezelhető. Először a háziorvoshoz mennek. A háziorvosnak is kell annyi tudásnak lenni, hogy ezt fölismerje, és akár elkezdje kezelni a depressziót. Az kifejezetten ritka, hogy valaki úgy lesz öngyilkos, hogy nem lesz depressziós, vagy nincs pszichiátriai betegsége, mondják a szakértők. A felnőtt lakosság körülbelül 4-5%-a minden nap súlyos, kezelést igénylő depresszióban szenved. Ez egy picit kevesebb, mint a cukorbetegség, meg egy picit kevesebb, mint a magas vérnyomás. De összehasonlítva az előzőekkel, a depressziót nem veszik súlyának megfelelően komolyan. Ezért fontos a társadalmi és szakmai érzékenyítés, mert segítség nélkül ez a probléma nem orvosolható. Lelassultak a városi fejlesztési projektek, és sokba fog kerülni a civileknek az ilyen Szekszárd frakció új támogatási rendszere. Ezekről beszélt hét értékelőjén Ács Rezső Szekszárd polgármestere. A politikus elmondta, hogy a közgyűlésben egyfős többséget adó ilyen Szekszárd frakció elképzelése szerinti új civil támogatási rendszerben az egyesületeknek, szervezeteknek meg kellene előlegezniük az eddig ingyenes terembérleti díjakat, amit később, ha úgy dönt a város, megkapnak
kaphatnak támogatásként. A polgármester szerint ez egyes szervezeteknek akár több százezres ideiglenes kiadást is jelenthet majd. A városi fejlesztési projektek kapcsán az elnyert anyagi támogatásokat látja veszélyben Ács Rezső. Mint mondta, a Zöld Város projektnél új közbeszerzést kell kiírni, mert az ilyen Szekszárd a korábbi ötleteivel ellentétben már nem építene parkolóházakat, viszont kihúzná a programból 100 parkoló kialakítását, és bekerülne új elemként az úgynevezett karbonmentes ház. A Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építését is felfüggesztette a többség, ott 62 millió forintos pályázati forrás sorsa válik kérdésessé, a polgármester szerint. Bátaszék vezetése minden esztendőben fórumot tart a civil közösségek számára, ahol az adott év terveiről, a finanszírozás lehetőségeiről is beszélnek. Az érintettek egyetértenek abban, hogy a civil kontroll elengedhetetlen egy erős város kialakítása érdekében. A 2020 évi fejlesztési elképzelésekről, a támogatási lehetőségekről és a bátaszéki programokról is szó esett a civil fórumon. A város évek óta egyeztet minden esztendőben a civil szervezetek vezetőivel, és hallgatja meg véleményüket a különböző területek elképzeléseiről. Egy erős város az, amelyik a civil szervezeteivel jó kapcsolatokat épít, illetve a civil szervezeteket támogatja, fordítva a civil szervezetek viszont támogatják az önkormányzatot. Kemény Lajos alpolgármester hozzátette, a civil szervezeteknek mindig is döntő szerepet kell kapniuk az önkormányzatiságban, és Bátaszék erre a partnerségre törekszik. Bátaszéken nagyon szerencsésnek érzem azt, hogy sok civil szervezet van, nagyon aktívak a civilek, és egymással is jó viszonyt kell ápolni, erre törekedni kell, hiszen mi civilek valamilyen szinten, a várospolgárai valamilyen szinten mindenképpen tartozunk egy civil szervezethez, és mi alkotjuk a várost, tehát ezért fontos ez. Egészséges egyensúlyt kell megtalálni annak érdekében, hogy az együttműködés mindkét fél számára előnyös lehessen, biztosítva ezzel a szervezetek működésének hátterét az egyik, a tervek végrehajtásának lehetőségét a másik oldalon. Ragyog címmel mutattak be nőnap alkalmából irodalmi zenés előadást a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének tagjai Kovács Gábor muzsikussal kiegészülve a Vármegyeházi Esték program sorozat részeként. A kifejezetten nőnapi repertoár különlegessége az volt, hogy az előadott műveket női írók és költők jegyzik, és hogy az alkotások ezúttal nők szájából hangzottak el. Ez a műsorunk, idén leszünk 10 évesek, és az egész év a 10 év jegyében fog lezajlani, és a 10 évnek ez az első műsora. A műsorunk címe Ragyog, mint nők ragyogjunk, mindig tetszetősek legyünk, és ez a mai esténk, hogy a női költőket válogattuk ki, és a női költőknől nőkről szóló versét idézik a kolléganők. 26. alkalommal szerveztek Zombán borversenyt. Tolna megye több településéről összesen 124 mintát adtak le. Ebből 54 vörös bor, 38 fehér bor és 32 rozé bor. A 25 borbíró 4 csoportra osztva bírálta a tételeket. Teljesen rendben. Én nem érzek zavarót. Már reggeltől értékelik közel 30 borbíró 4 csoportra osztva a 26. zombai borversenyre beküldött mintákat. A zombai borverseny rendezősége már 1990 óta szervezi meg a versenyt. 3 évben kimaradt, de a szervezők elmondása alapján már 4-5 éve azt figyelhető meg, hogy több mint 100 mintát adnak le a borászok. Idén is 124 bormintát adtak le Tolna megye több településéről, így például Kétyről, Tolnáról, Bonyhádról, Szekszárdról is. A 2019-es év változékony időjárása a szőlészetre is hatással volt. Ahogy mondták, fontos volt az időzítés. Szőlészet szempontjából az elején egy nagyon kemény peronoszpora járványban volt részünk, tehát ez ilyen május-júniusban. Aki nem használta a főszívódó szereket, csak kontaktszereket permeteztek, ott a termésnek már a 20-30%, esetleg 40% is elmehetett virágzáskor. Utána viszont egy nagyon szép meleg nyarunk volt,
nagyon jó volt a csapadékeloszlás, úgyhogy egy ígéretes évjáratnak tartom ezt a 2019-est. A zsűritagok kizárólag borászok, 80%-uk borbíráló is, akik rendszeresen járnak értékelni. Ilyen a Bölcskei Tomolik János is, aki a 90-es évek elején kezdett borászkodni több hektáron. Ez alkalommal a rozéborokat bírálta. És itt Zombán is azt tapasztaljuk a borversenyen, hogy nagyon szép alapanyagot állítottak elő a gazdák. Még van olyan lehetőség, hogy a technológiát segítségül hívják, hogy jobb minőségű rozékat tudjanak előállítani, de ezek az éveken át hagyományoknak örvendő borversenyek mind azt eredményezik, hogy évről évre jobb minőségű rozékat kóstolunk. A leggyakrabban előforduló hibákat is kiemelték az értékelés során a borbírálók. Kulturális műsor és vacsora zárta a napot. Regionális híreink következnek. Gazdasági évnyitó Somogyban a régió vezető városa akar lenni Kaposvár 2030-ra. Változtak a tűzgyújtás szabályai, a károkozók akár milliós bírságra is számíthatnak. Kaposvár díszpolgára Molnár Piroska mesélt pályafutásáról a közönségnek. Erős, biztonságos és sikeres város, ezek jellemzik Kaposvárt, erről beszélt Szita Károly polgármester a Somogyi megye székhelyen tartott gazdasági évnyitón. Az iparkamara rendezvényén elhangzott, kiszámíthatatlannak ígérkezik a 2020-as év a vállalkozások számára. Ilyen befolyásoló tényező a koronavírus is, ami rosszul hat a gazdaságra. Kaposvár ma már erős, biztonságos és sikeres város, és hál' Isten a gazdasága is. Erősödik. Folyamatosan fejlődik Kaposvár, erről beszélt Szita Károly. A település polgármestere a gazdasági évnyitón kiemelte, a Somogyi megyeszékhelyen a Német István programban számos beruházást valósítottak már meg, amely mind pozitívan hat a gazdaságra. 2030-ig elérendő célnak tartjuk ebben a városban, amely nem kisebb, mint az, mint hogy a Dél-Dunántúl vezető városa legyünk. Ebbe gondoljanak bele mindent, amit bele kell gondolni. Nem csupán a gazdaságot, de nyilvánvaló a gazdaságot tartom e tekintetben a legfontosabb. A kaposvári fejlesztéseket is befolyásolhatja azonban a koronavírus, de ez csak egy tényező a sok közül. Kiszámíthatatlan lesz az idei év a vállalkozók számára. Különösen ez a járvány, ami bezavarsok felé, és még nem látjuk a hatásokat véglegesen. Azt tudjuk, hogy már az év indulását, az év elejét is nehezítette néhány helyen, hogy aztán ez hogy fog kibontakozni, és hogy fog esetleg megszűnni, ezt ma nem lehet megjósolni. Emellett a klímaváltozás és a bevándorlás is befolyásolja a vállalkozások és a gazdaság sikerességét. A kaposvári vállalkozások ezek ellenére abban bíznak, hogy nem lesz veszteséges az év. Az idei évet egy kicsit szerényebbre terveztük, mint a tavalyi évet, nagyságrendileg egy 10%-kal kevesebb forgalommal terveztünk a tavalyi év során, de az első két hónap alapján nagyon bizakodók vagyunk, az időarányos forgalom az megvolt, és amit most látunk rendelésekbe, illetve előrejelzésekbe, valószínűleg ez a 10%-os csökkenés ez kevesebb lesz a tavalyi évhez képest. A gazdasági évnyitón elhangzott, a kormány minden lehetséges módon támogatja a vállalkozásokat, így azok versenyképesebben léphetnek be az európai piacra. Legmagától értetődőbb módja ennek az adócsökkentés. Ebben jelentős eredményeket értünk el. Hogyha a munkaadói terheket és árnyékokat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy 2010 óta közel 10%-kal csökkentek a munkaadókat terhelő járulékok, illetve adóterhek. Emellett a paksi atomerőmű beruházása is mutathat pozitívumot a gazdaságra. Úgy gondolom, hogy nagyon jelentős energiaforrással állunk szemben, és ez a most épülő kettő blokk, ugye 2200 megawattos blokk lesz az, ami a ma működő paksi 1-4 blokkot fogja majd helyettesíteni, és az évszázad végéig egy közel 2400 megawattnyi teljesítményt fog a országos hálózatba betölteni. Ezzel a hazai villamosenergia ellátás biztonságát is eléggé erőteljesen szolgálva. A gazdasági évnyitó célja, hogy képet adjon az európai szinten zajló változásokról, és ezen belül a hazai gazdaság helyzetéről, eredményeiről.
A jó idő beköszöntével megkezdődnek a kerti munkálatok, egyre többen választanak szabadtéri programokat. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. Idén módosult a szabadtéri tűzgyújtásra és az irányított égetésre vonatkozó rendelet. Továbbra is jogszabályi keretek között engedélyezett a belterületi tűzgyújtás, amit az önkormányzat határozhat meg. Ezen szabály alól kivételt képez az ingatlan területén belüli tűzhely vagy grillsütő használata. Az ilyen nyílt lángú berendezések eszközök üzemeltetésére az általános égetési szabályok vonatkoznak. A külterületi égetéssel, az irányított égetéssel kapcsolatos szabályok annyiban változtak, hogy most nem engedélyeztetni kell a megyei katasztrófa védelmi igazgatóságnál, hanem 5 nappal az égetés előtt ezt be kell jelenteni. Tehát, hogyha valaki lábon álló növényzetet kerti, vagy növényi hulladékot kíván égetni külterületen, 10 hektár területen, tehát annál kisebb területen, vagy akkor a területen, akkor ezt be kell jelenteni. Abban az esetben, hogyha ez 10 hektárnál nagyobb területen történne, akkor csak szakaszos égetést lehet végezni. Az erdei túra útvonalak mentén kialakított tűzrakóhelyeket fokozott óvatossággal használjuk, hívja fel a figyelmet a szakember. Tűzgyújtás, illetve égetés előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a feltételek biztonságosak. Szélcsendes időben felügyelet mellett végezzünk ilyen tevékenységet, hiszen azok, akik engedély nélkül gyújtanak tüzet vagy kárt is okoznak, hatósági bírságra is számíthatnak. Ha szabálysértést követnek el, 1 000 000 forintig terjedő büntetés is kiszabható, azonban ha tűzoltói beavatkozásra van szükség, akár 3 000 000 forintig is terjedhet ez az összeg. Meg kellett hódítani a közönséget Kaposváron a 70-es évek elején, így emlékezett korai Csiky Gergely Színháznál töltött éveire Molnár Piroska. A színművész januárban megkapta a Kaposvár díszpolgára címet, ennek apropóján látogatott el a Somogyi megyeszékhelyre. Nagy taps fogadta Molnár Piroskát Kaposváron, a rendhagyó estre zsúfolásig telt a Takács Gyula megyei és városi könyvtár. A Kossuth és Jászai Mari díjas Nemzet Színésze címmel kitüntetett színművészt Kaposvár legújabb díszpolgárát Szita Károly polgármester köszöntötte. Mint azt Molnár Piroska kaposvári beszélgetésen elmondta, fiatalon mindig az idősebb szerepek jutottak neki, ám Pártos Géza, egykori színészmesterség tanára türelemre intette. Amikor síránkoztam, hogy mindig rámosztják az idősebb szerepeket a főiskolán, és ugye a naíva mindig a Vencel Vera volt, ő volt Júlia, én voltam a Dajka. Mi lesz velem, ha kijövök diploma után? Hát mit fogok én játszani rögtön? És mondta, hogy drágám, nyugodjon meg, magának végig kell lenni az étlapot, de meg fogja kapni a desszertet, mert maga karakterszínésznő, és hát igaza lett. 1971-ben a Szegedi Nemzeti Színháztól szerződött Kaposvárra Molnár Piroska. Mint mesélte, első Csikis bemutatója a Sirály című darab volt, ráadásul a premier a 26. születésnapjára esett. Jelenleg is több darabban játszik Molnár Piroska. Mint viccesen mesélte, számára a szövegtanulás olyan, mint a taxisofőrnek az utcák megismerése. Neki ez a feladata, a hivatása. Kaposvár legújabb díszpolgára jövő heti Motto című kulturális magazinunkban mesélte bővebben pályájáról, benne Csikis emlékeiről. Mekkora értéke van a pénznek? Milyen befektetési lehetőségek vannak? Miért fontos a pénzügyi tudatosság? Többek között ezekre a kérdésekre adtak választ szakemberek az Országos Pénzügyi Edukációs Konferencia pécsi állomásán. A Baranyai megyeszékhelyen a gazdasági szféra szakértői tartottak előadásokat. Cél, hogy minél fiatalabb korban elkezdjék a pénzügyi tudatosságra való nevelést. Pénzügyi edukációs konferenciát rendeztek Pécsen. Az országjáró programsorozat Baranyai állomásán a pénzügyi tudatosság fontosságáról beszéltek a meghívott előadók. A megtermelt, illetve az elosztható jövedelem mennyisége növekszik Magyarországon, mondta beszédében Rákosi Balázs. Az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy az emberek okosabban, jobban tudják beosztani pénzüket. Attól függetlenül, hogy egy nemzetgazdaság, mint a magyar nemzetgazdaság jól működik és jól növekszik, ettől függetlenül
felnő, nagyon nagy szükség van arra, hogy képzéssel már minél fiatalabb kortól kezdve arra neveljük a gyermekeinket, a fiatalokat, hogy a pénzzel hogy kell bánni, milyen pénzügyi intézmények vannak, hogy fektessék be a pénzüket, hogy gondoskodjanak saját magukról. Mekkora értéke van a pénznek, milyen befektetési lehetőségek vannak? Többek között ilyen ismeretek megszerzésére van szükség már egészen fiatal korban, hangsúlyozta az államtitkár, aki hozzátette, Varga Mihály pénzügyminiszter a jövőben a nemzeti alaptanterv részévé szeretné tenni a pénzügyi tudatosságra való nevelést. A 21. században, amikor a digitális készségek, a zöld gondolatok és a fenntarthatóság is fontos szerepet játszik az emberek életében, ugyanilyen nagy hangsúlyt kell kapjon a magabiztosság a pénzügyi világban, emelte ki Balogh László. Ha ezt valaki tényleg jó az alapokat, jól sajátítja el, akkor egész életére, család életére ez hosszú távon nagyon jó befolyással tud lenni, beleértve azt is, hogy már esetleg viszonylag fiatalabb korban gondol az öngondoskodásra is, későbbi éveire. A pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár hozzáfűzte, a világgazdaság sokszor hektikus helyzete még inkább felhívja a figyelmet, hogy manapság erre a tudásra is nagy szükség van. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Kapcsolati erőszak, fagyasztott hússal ütötte le a saját anyját. Drága a nem törődön parkolás, akár 150 ezer forintra is büntetheti a rendőrség a szabálytalan autóst. Depresszió és öngyilkosság, odafigyelőbb társadalomra van szükség. 26. zombai borverseny, érdekes évjáratnak nevezték a 2019-est. Szombaton erős szél fúj majd, felhős idő várható, de főként délután átmeneti napsütés is lehet, legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge záporeső, vasárnap napos időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!